Ja, ma ismét tekerés várható, az úti cél pedig Kis Balaton lesz. Az útvonal terv szerint olyan 100-101 kilométerrel sikerül majd. Aztán, hogy valójában mennyi lesz, az majd kiderül. Na, let's go! Think El Castro, knowing that the past broke. Not understand, now life's like a blast. Whoa, understand rules, it's eternity to blast mode. Listen, bands will be around, feeling steady though. Grooving on that speed when we up in the stereo. Listen, put the volume up, let's say what's up. Listen, all we doing is music, don't fool us up. A srácok, megálltunk. Bacsán, 12:50 van. Azt nem is mondtam, hogy 11:40 környékén indultunk. Elmentünk energiaitalért. Ha meg hát akkor már egy kis müzli szeletet még pótoltunk, mert öcsémnek elfogyott, nekem ugyan még van. És mindjárt mutatok valamit. Készítettem a banánt. Na jó van. Elég a hülyeségből, szépen megisszuk az energiaitalt, aztán megyünk is tovább, mert messze van még. My team, dirty north, we around. If you're looking for them boots, I'll sell for the crowd. If you understand, listen. Now being heated and fitting, putting this out, can you feel it in the ocean? Srácok, az van, hogy valami műtárgyal haladunk át. Mibe lehet menni? Ott lehet látni háttérben, ami van. Meg itt a háttérben, ami van. Meg ott elvileg azt látjátok. Be lehet menni. Hát ez ilyen kis vityilló, nem? Valami olyasmi. Ott van egy bejárat rajta. Benézzünk. Na, nézzünk be az oroszlán barlangjába. Azt a de cool. Durva. Hallod, ez... Megpróbálok nem durván beszélni, vagy csúnyán. Ez nagyon állat. Ez frankon össze van rakva. Mondjuk nem tudom ebből mennyit láttok. Itt még lehet. De a tetejéből nem sokat. És itt most még megy tovább a izé. A lagútrész. Közben remélem nem harap meg semmi olyan, aminek nem kellene. És akkor kijövünk. Ami azt jelenti, hogy ezen a felén kijöttünk, a másikon, a közepén meg be. Na. Azt hiszem, így fogjuk a tüzelőt összerakni otthon is.
A srácok, Balaton-Magyaródon nem jártunk, szerencsével eljöttünk Zalakarosra. Most pedig valami... idő, vájút keresünk magunknak. Srácok, megkajáltunk, feltöltöttük a kulacsunkat, aztán most elindulunk szépen vissza, hogy még világosba hazaérjünk. Srácok, az ott a kibaszás. Igen, az egy 15%-os emelkedőt jelző tábla. Ez meg, amit már megtettünk, és nem láttok a kanyarok miatt, de már az, amit ott láttok, az már a harmadik ilyen tábla. És mikor megláttam, én azt mondtam, megállok, mert kiugrik a szívem a helyéről. Jó, viszont most neki kéne indulni.